Üdvözöllek benneteket a szülőcsatornámban. Na jó, hát ez még túl szúr. Könnyű szülést! Pörgősek vagyunk, mint az állat. Ez nem azért van, mert van energiánk, hanem mert úgy teszünk, mintha lenne. Elmondanám, hogy csak a kedvetekért levágottam a fufumot, hogy lássátok a szemöldökeimet, mind a kettőt. Remélem, megöttök elégedve. Az elmúlt 4 hétben már csak lábakat láttam. Bár nem terveztem, azt kell mondjam, hogy annyira zseniálisak voltak a kommentek, hogy nyerteseket szeretnék hirdetni. Az eddigi kedvenc pervers kommentem az Zsuzsáé, amit nagyon szívesen felolvasnék, de valószínűleg elvinne az internetrendőrség. Úgyhogy akit érdekel, az menje vissza a második matfiúska részhez, görgesse el a kommentekhez, és keresse a Zsuzsájét, aki mindennel és mindenkivel lefeküdt a terhes álmaiban. A hét szomorú kommentje az Gabrieláé, aki miatt fél árból szereztem a könnyű szülést újakat. Nem kisebb baj történt vele, mint szülés közben eltörte a farokcsontját. Küldj egy képet egy gyerekedről. Látni akarom azt a kobakot, ami ezt művelte veled. Kiderült, hogy van egy ilyen blind side, ami az alkoholivás és a nem alkoholivás között mozog. Ezt úgy hívják, hogy konyakos megy. Szívesen. 4 konyakos megy elfogyasztása után újjászület, garantálom. Utána az a 4 óra, amit a gyakorikérdések.hu-n kell tölteni, hogy kiderüljön, hogy megölted a magzatodat, mintha velük meg se történt volna. Csak a jóra kell emlékezni. Új szuper képességem, hogy képes vagyok kihízni egy bugyit egy nap leforgása alatt. A testem egy templom, amit folyamatosan bővítenek. Az egyik ismerős azt mondta nekem, hogy neked biztos könnyebb lesz szülnöd, mint az 50 kilós feleségemnek volt. Tehát tisztázzuk azért, mert az emberek a csontozatán van zsír. Ez nem azt jelenti, hogy a szervei nagyobbak, mint az átlagnak. Tehát nem egy ilyen óriási barlangon ülök, ami hogyha eljön a 9 hónap végig, akkor majd csak ki kell kiabálni, hogy jöhetnek a gyerekek! És aztán elindulnak ilyet a nőgyógyásztörpék. Kiderült, hogy egy nap szoktatás 4000 kalóri égetésével jár. Úgyhogy ez az én bulletproof stratégiám arra, hogy súlyt veszítsek. Itt szeretném kihirdetni, hogy a környék összes gyermekét szívesen szoptatom az elkövetkezendő hónapokban. Na, ki lesz itt a legsoványabb szeptemberre? Készül az amorákbanim, a stánkúzus. Meg is érkezett az első ruhadarabom, amelyet azért rendeltem, hogy majd 10-es kismamaként ruhassam Budapest utcáit. Mert simán lehet szoptatni meg ki bennem. Van ez a várandóság terhesség vonal, hogy ugye, hogy ez pozitív attitűd, hogy ez várandóság, nem terhesség. Ezt csak azok mondják, akik nem próbáltak meg 120-as menetszélnél kihányni egy mozgójárműből, amit ők vezetnek. Ezután is üzenem a mögöttem haladó fiatos kollégának, hogy elnézést, érte, hogy kárbonára. Van ez a dilemma, hogy egy ágyban alszol a csecsemővel, vagy külön ágyban alusztok. Én szívesen aludnék vele egy ágyban, de nagyon félek tőle, hogy ebből reggel egy helyszínen is lenne. Nagyon féltem az első ultrahangtól, hál' Istennek a technológiával ott tart, hogy képesek átvágni a vastag zsírrétegen is, és meglátják a gyermeket. Nem vagyok erős anatómiából, most még nem tudom eldönteni, hogy a gyermek most még a zsírréteg alatt van közte, vagy lassan felfelé tör ebből, vagy hogy hol fog elhelyezkedni később. Viszont abban biztos vagyok, hogy a rúgdosást nem fogják rajtam látni, mint ezeket az ilyen szupervékony Instagram modelleken, akiknek ilyen durva hasmozgásaik vannak, mert ez a gyerek egy hang is hőszigetelt tartályban tartózkodik el pillanatban. De hát, van ennél biztonságosabb? Teszem fel a kérdést. Ki most a jó anya, mi? Na ki a jó anya? Ki védi meg a sugárzástól a gyerekét a saját testével? Matrioska történetében először szavazást hirdetek meg. Interakció van. Kérlek szépen döntsétek el, hogy a következő adásban mit próbáljak ki. A nagyon hasznos és egyáltalán nem visszataszító hasgipszelést. Vagy pedig a láblenyomat, kézlenyomat a gyermekem számára. Ezt általában úgy szokták csinálni, hogy a gyerekről csinálják, amikor megszületik, de úgy érzem, hogy tartozom annyival a gyereknek, hogy csinálják egyet a saját lábamról, hogy tudja, mekkora volt, amikor éppen vele voltam terhes. Szavazzatok! Monci, nem érted? Ha nem vagy benne a videóban, nem fognak feliratkozni? A testje. Az a testje. Do-d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 o-